A Desiré Central Station Fesztivál már több kitüntetést kapott. Most az EFE, vagyis az Európa a Fesztiválokért, a Fesztiválok Európáért minősítését vehette át. Így a szabadkai rendezvényt a legrangosabb európai fesztiválok közé választotta az illetékes bizottság. Az EFE minősítése 2 évre szól. Én azt hiszem, hogy mi nem csak azért vagyunk európai fesztivál, mert megfelel azok a mércék és attribútumok, amikkel mi rendelkezünk mondjuk egy EU-s elvárásnak, hanem mondjuk akár tartalmilag is olyasmivel foglalkozunk, amit európainak lehet nevezni. Úgyhogy mindenképpen egyfajta elismerés is a számunkra, de gondolom, hogy ennek valamilyen praktikus következményei is vannak, lesznek. Béres Márta színművésznő a belgrádi Strifest színházi fesztiválon aratott hatalmas sikert. A Béres Márta Wangl Show című monodráma lenyűgözte a szakmai zsűrit. A fiatal színésznőnek ítélték a legjobb női szereplőnek járó díjat. Az előadás Béres Márta élményeiből építkezik, ugyanakkor több elképzelt történetet is tartalmaz. A produkció megrázó, szórakoztató és izgalmas. Nem tudta fölülírni maga a díj, vagy maga az a tudás, hogy megkaptam a díjat, azt, ahogy érintette az embereket az előadás, amit éreztem, miután lejátszottam az előadást. Tehát én egyrészt soha nem fogadták még ilyen melegen ezt az előadást, hogy állva tapsolt mindenki, és azt éreztem, hogy ez nem egy képmutatás, hanem tényleg, hogy az emberekbe beindított valami vérkeringést. A Béres Márta Wangl Show továbbá elnyerte a közönségdíját és a média támogatói elismerést is a belgrádi fesztiválon. A nagy sikerű monodrámát 2011-ben mutatta be a Kosztolányi Dezső Színház Urbán András rendezésében.